A műsor média támogatója a femcafé.hu. Nemrégiben veszítettem el az édesapámat, és hát nem tudom, mit csináltam volna, hogyha mi ott állunk a sorban, és azt mondják, hogy te erre, te arra, és látod elmenni a szülődet, még akkor is, hogyha nem tudod, hogy mi fog vele történni, meg a másik szög, hogy a szülők mit élhettek át. Úgyhogy nekem ez egy sokkoló könyv volt, és nagyon sokat pityeregtem miatta, és ez volt az a könyv, amit arra vágytam már, hogy mikor érek már haza, akkor dugóba ültem a francba, hogy nem hoztam el magammal. Igen. Dukai Regina, modell, üzletasszony, énekes, a Music Channel műsorvezetője. Imádja a divatot, évek óta a saját webshopját irányítja. Közösségi oldalain rengetegen követik a mindennapjait. Imád olvasni, gyakran kedvenc könyveit is bemutatja. Érzékeny embernek tartja magát, megviselik a negatív kommentek. Azt mondja, kevesebb antiszociális ember van nála, imád otthon lenni. Legfontosabb az életében a család, gyakran jár haza kapuvárra. Mi alapján rendszerezed a polcodat? Nem mindig van koncepció. Tehát például ott fent abszolút nincs koncepció. Van, amikor itt lent például igyekszem csak a fehér könyveket egymás mellé tenni. Egyébként ezek font olyan könyvek, amiket nagyon-nagyon szeretek. Ott a kis nagymamám halacskája mellett megjelennek a kék színek, de nem feltétlenül az a fontos, hogy most passzoljanak egymáshoz ezek a színek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a polc nekem egy ilyen kis emlék. Emlékek gyűjteménye. Ugyanis akár, hogy csak könyveket vesszük, a többségét úgy kaptam ajándékba. Valamiben van írva, valamit úgy örököltem, valamit majd itt külön kiemelem, ezt a részt, ez például a nagymamámnak, ez kölcsönben van nálam egyébként, 95 éves, de minden egyes alkalommal, amikor elmegyek hozzá, megkérdezi, hogy mikor viszem vissza a könyveit. Nem mondod, számon igen, tartja nagyon. Abszolút számon tartja. Úgyhogy itt egy csomó minden olyan található, például ez a nagypapám 1996-ban halt meg, és ő ácsmester volt, és rengeteg forgács vette mindig körül a kis műhelyében, és ez az utolsó munkájából forgács, amit egyébként én nem olyan rég kaptam meg, ugyanis a nagymamám összegyűjtötte egy zsákba azt a forgácsot, és akkor, amikor kérdeztem tőle, hogy ez honnan van a forgács, miközben már nincsenek gépek, és mondta, hogy a papának ez az utolsó munkájából volt, úgyhogy kértem egy kis üveggel, akkor ezt a nagymamámtól kaptam, ezt a nagynénémtől örököltem. Úgyhogy például van itt egy ilyen kis imakönyv, amit az egyik barátnőmtől kaptam, a nagymamája volt, aki már nem, nagymamájáé volt, aki már nem él, és hát ezekhez mind szoros emlék fűz. Nagyon érdekes, hogy mennyire fontosak az életedben az emlékek és a tárgyak, és hogy mondod, hogy a nagymamádnak is, hogy ezt örökölted, ezt a szokást vajon, vagy otthon ezt láttad, és onnan lett a minta, vagy hogy lett ez ilyen fontos neked? Valahogy mi nagyon tudunk kötődni dolgokhoz. Most ezt megpróbálom levenni, ez mondjuk nem könyv, de nagyon érdekes. Itt ebben a kis fa ládikóban papír fecnik vannak, ez én vagyok. Akárhányszor otthon vagyok, vagy anyukám küld nekem valamit, akkor ír bele egy kis bármit, csak hogy tudjam, hogy gondolt rám, de ezt mindig valahol eldugja. Tehát nekem ez már, mint egy gyereknek egy ilyen kis külön móka, hogy amikor megjövök, akkor elkezdem kipakolni a bőröndömet, és van, hogy mondjuk az étel közé van berejtve, amit ő összecsomagol nekem, vagy mondjuk a smink cuccaim közé, vagy a pénztárcámba, és van olyan például, amit egy pár héttel ezelőtt találtam meg, és már hónapokkal ezelőtt berejtette, úgyhogy ide gyűjtem az összes ilyen kis levelét, amit ő írt nekem, úgyhogy igen, nagyon, nagyon szeretem az emlékeket, és szerintem anyu is egyébként pontosan ilyen, és anyu meg a nagyi miatt lett ilyen, tehát hogyha elmegyünk a nagyihoz, akkor a könyvespolcán is ezer éves könyvek minden élére állítva a kis kerámiák, aminek már le van törve a fere, de még mindig ott van, mert azt XY-tól kapta, vagy a családjához kötődik, úgyhogy valószínű, hogy igen, ezt anyukám oldaláról hoztam, örököltem. Mi legyen az első könyv, amit így megmutatnál nekem? Ugye arra kérlek, hogy három olyan könyvet mutass meg majd a következő közel fél órában nekem, vagy nekünk, ami valami miatt fontos. Tehát nem kell, hogy kedvenc legyen, hanem lehet egy hozzáfűződő, nagyon érdekes történet,
akár ami megszerettette az olvasást, vagy egy nagyon traumatikus időszak után segítséget nyújtott. Szóval olyan könyvek, ami által, hogy téged is megismerünk persze. Amit így kivennék elsőre, és nem biztos, hogy ezt mondanád innen a könyves polcomról, de szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos könyv, ez egy nem régi könyv, ez a Szülők nagy mobil kézikönyve, és azt gondolom, hogy ezt minden családban kellene tartani, mert a gyerekek egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve, és akár csak látom a környezetemben lévő kislányokat, kisfiúkat, hogy mennyit mobiloznak, és szerintem nagyon sok szülő nincs tisztában azzal, hogy akár 5 percen belül, tehát ezt a statisztika kimutatta, hogy akár 5 perc YouTube-ozás után eljuthatnak olyan tartalom, ami abszolút nem az ő korosztályuknak megfelelő, akár pornográf tartalmat is nézhetnek. Arról nem beszélve, hogy internetes zaklatás áldozatai lehetnek. Nagyon sok statisztika van egyébként ebben a könyvben, ami például azt is leírja, hogy hány százaléka lesz öngyilkos ezeknek a gyerekeknek, azért, mert nem mer a szülővel kommunikálni. Gyönyörűen össze van szedve minden információ lépésről lépésre, ugye Nagy Ervin és Lilu, akik a személyes tapasztalataikat adják hozzá ez a fantasztikus könyvhöz, úgyhogy ezt én nagyon fontosnak tartom, és bár nem vagyok szülő, úgy voltam vele, hogy nagynéni vagyok, keresztanyuka vagyok, és ezért nekem is fontos az, hogy tisztában legyek azzal, hogy mit csinál a gyerek, és hogy lehet megvédeni a külső hatásoktól. Tök izgalmas, hogy ezt a témát hozott fel, mert hogy ráadásul azért a te életed, a munkád, meg sok minden pont a közösségi oldalakhoz is köt. Modellkedsz, műsorvezető vagy, de azért üzletasszony vagy, a saját webshopod irányítod, aminek nagyon fontos eleme az, hogy az Instagramon kommunikálsz a követőiddel. A te életeden, ugyan te felnőttként találkoztál ezzel az egész világgal, és szerintem azért izgalmas, mert nagyjából egykorúak vagyunk, és mi azért, mert felnőttként tanultunk bele ebbe a világba, de magadon mit látsz, hogy például mit változtatott rajtad a social media befolyása az életedbe? Csak azért izgalmas, hogy tényleg mi lehet ma tényleg egy 9-10 éves gyerekkel, hogyha ugyanezek a hatások érik. Hát nyilván a komplexusokat növeli nagyon-nagyon komolyan. Szóval olyan képet tudunk mutatni általa, amivel az értékrendünket kicsit romboljuk. Én is belecsúsztam filterek használatába, én is belecsúsztam olyan pózok, olyan fotók készítésébe, amit így most már így visszanézve nem tartok túl jónak, és konkrétan károsnak tartom magamra nézve, de tök jó ebből felébredni, tök jó erről többet olvasni, akár ezt a könyvet is, és meg tök jó volt megtalálni azt az utat, ami nekem megfelel, hogy kizárjam a magánéletemet. Ugye a magánélet az mindenki számára egy teljesen alap dolog, viszont mi, hogyha beengedjük egy picit is a médiát, vagy a közönséget, akkor onnantól kezdve egy picit követelőznek, és egyrészt megronthatja a kapcsolatodat, megronthatja az életedet, az értékelésedet, jöhetnek olyan kommentek, amik teljes mértékben lerombolják az addig felépített kis rózsaszín buborékodat, úgyhogy én már egy picit ezt másképp kezelem. Én mindig elmondom, és már lehet, hogy unalmas, hogy ez egy virtuális fotóalbum számomra. Nagyon szeretek szépet alkotni, nagyon szeretek fotózni, a fotókat általában én vagy valamelyik szerettem készíti. Amikor az Almási Kitti mesélt nagyon megdöbbentő dolgot, és tök jó, hogy te magad hoztad föl a filtert, hogy még neked is volt olyan időszak, bár tényleg semmi szükséged rá, mert gyönyörű vagy, így élőben is, meg fotókon is, meg én mondjuk nálad nem nagyon látom, hogy annyira mondjuk szét effektelnéd a képeidet. Viszont, hogy van már ma az a fiatal generáció, aki úgy megy a plasztikai sebészhez, hogy a saját filterezett arcát mutatja a plasztikai sebésznek, és ez annyira megrázó. És így készülnek a sablonarcok, mert lényegében nem szól másról, ez mindegyik filter, akármelyiket megnézed, megnagyítja a szemed, felhúzza a szemöldököt, picit itt meghúzza, nagy száj túlcsior. És sablonarcok készülnek, miközben láttam egy nagyon jó videót erről, ahol így visszafele pörgetik, talán az egyik ilyen szépség tusfürdős márkának volt a videója, ahol visszafele pörgetik, hogy van a gyönyörű hajú lány, és ilyen szem, olyan száj, tényleg gyönyörű volt, és akkor így elkezdett lekerülni róla minden, és a végén egy 14 éves kislány ült az ágyon, aki egyébként gyönyörű volt, úgy, ahogy volt, és mégsem érezte jól magát. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyünk ezek mellett, a lányok mellett, akár a környezetünkben, a családban, és mondjuk el nekik, hogy így szép, ahogy
úgy szépek, ahogy vannak, hiszen mindenkinek van valami extra. Én is persze gondolkodtam azon, hogy nagyobb cici, kisebb cici, nagyon-nagyon nagy hálát adok a jó Istennek, hogy aztán végül erre nem került sor, és semmilyen ilyen jellegű műtéti beavatkozás nem történt nálam, de persze nekem is voltak ezzel problémák. Nagy az orrom, a fülem kiáll, férfias az állam, mit lehetne csinálni, és ezek a filterek ezen mind-mind-mind csak rombolnak. De aztán szerintem előbb-utóbb mindenki rájön, hogy nagyjából úgy vagyunk jók, ahogy megteremtettek minket. És mi segített abban, hogy akkor ne úgy dönts? Barátok, család? Vagy nem volt annyira igazi önértékelési gond, hogy elismerj mondjuk egy... Egyébként szerintem nem. Persze az is, hogy a barátok és a közvetlen környezet mit mondott, és teljes mértékben elítélte, azért ez egy jó nagy hidegvizes zuhany volt, de talán még túl fiatal is voltam, hál' Istennek nem volt rá a megfelelő összeg a zsebemben, úgyhogy most tényleg hálát adok, hogy ez nem valósult meg. Tudod miért? Ami nekem megdöbbent, hogy ezt fiatal lányok nem... tartják szem előtt, hogy nem lehet visszacsinálni. Hát ez az. Tehát egy tetoválás is nekem ijesztő, hogy örökre ott marad. Na, azt például megbántam egy párat. Tényleg? Mit bántál meg? Hát van egy pár tetoválás rajtam, például a bokámon, a csuklómon, amik nem éppen a legszebben sikerültek, és azt például leszedetném. Tehát például ezt keresem, hogy ki az, aki ezt nekem szépen el tudná tüntetni. És mi volt az adás? Vagy kifelé a világnak valami üzenetküldés, vagy egy szerelem hatására? Bocs, de nem tudom, milyen tetkód vannak. Sokféle van, nekem mindenhez van külön történetem, de hát ez egy aktuális divat volt, meg azért a tetkó az olyan, hogy elkezded, és akkor, és na még egy kicsit, na még az apukám, na még a nem tudom, igen, mihez mondják, kötődik, nincs visszaút és akkor utána. Nincs visszaút, és azért amikor én elkezdtem, akkor nem feltétlenül voltak olyanok a körülmények, hogy szépen sikerüljenek. Ami például itt már a kezemen van, ezek tök szépen vékonyan sikerültek Bercsényi Balázs munkája, és erre büszke is vagyok. És ezt én nagyon szeretem, itt ez például az apukám születési dátuma, itt az anyu és itt a testvéremé. Na, beszéljünk még a könyvekről picit. Kanyarodjunk vissza, de aztán úgyis mindenfelé még el divergálunk. Mi legyen a második? Egy pillanatra. Ez a kettő egyébként, ami nagy kedvenc. Ugye szerintem a döntést nem kell senkinek se bemutatni. Miért volt rád nagy hatással? Mikor olvastad? Nem olyan rég fejeztem be, nagyon rég kaptam, de valamiért állt sokáig a polcomon, és talán születésnapomra kaptam tavaly. Igen, 2020. augusztus 5-én kaptam Adéltól, és ő mindig ír bele nekem, például a füveskönyvet is tőle kaptam. Valamiért nem akartam rávenni magam, és aztán egyre többet hallottam arról, hogy ez milyen hatással van az emberekre, és azt tudni kell rólam, hogy baromi lassan olvasok, mert nagyon könnyedén elkalandozik a fantáziám, és simán azon gondolkodom, hogy úristen, ennék egy rántott húst, vagy holnap mit kell csinálnom, és aztán újra kell olvasnom az oldalt. Tehát nálam minden egy ilyen kis, tényleg nyugalomba kell teljesen legyek, kizárni mindent, minden hangot, minden tévét, mindent, és akkor tudok olvasni. De ez a könyv, ez olyan volt, hogy megszűnt a világ létezni. Úgy ír a költő, egyébként Szabó Magdához hasonlítottam, azt majd megmutatom, azt, mert nagy karácsony könyv rajongó vagyok. A Dalójának itt Angyalok című kis karácsonyi kötete olyan volt, hogy csicseregtek körülöttem a madarak, nem is tudom, nyaraltam valahol mindenmet, de nem teljesen ki tudtam zárni, és ez a könyv volt az, amiben úgy beleéltem magam, és legfőképp azért, mert ugye hallottunk már sokat a koncentrációs táborokról, anyukám járt is Auschwitzban, mesélt nekem sokat róla, de valahogy nem tudtam elképzelni. És egy kislány szemszögéből ezt végigélni, aki ráadásul úgy írja le ezt az egészet, hogy ott vagy vele, hogy átéled a pillanatot, hogy érzed a szagokat, nem tudom, hogy voltál-e már így, hogy egyszerűen ott vagy bent a könyvben, vagy abszolút vele együtt, és nekem ez sokkoló volt, és legfőképp azért, mert nem tudom, hogy tehát szerettem volna megtudni, hogy mitől volt ez a kislány olyan erős, ahogy ő ezt végigcsinálta, ezt az egész történetet. Most nem szeretnék spoilerezni, de aki még nem olvasta, de olyan dolgokat élt meg, amit így a mai fejjel, amikor elgondolkodunk, hogy mi a probléma, vagy miken idegeskedünk, vagy miken sírunk, látta, hogy az anyukája elsétál, hogy meg fog halni. Egyébként például nekem ez volt egy sokkoló jelenet, mert
nemrégiben veszítettem el az édesapámat, és hát nem tudom, mit csináltam volna, hogyha mi ott állunk a sorban, és azt mondják, hogy te erre, te arra, és látod elmenni a szülődet, még akkor is, hogyha nem tudod, hogy mi fog vele történni, meg a másik szög, hogy a szülők mit élhettek át. Úgyhogy nekem ez egy sokkoló könyv volt, és nagyon sokat pityeregtem miatta, és ez volt az a könyv, amit arra vágytam már, hogy mikor érek már haza, akkor dugóba ültem a francba, hogy nem hoztam el magammal. Igen. De a lényeg, ami, tehát tök jó az összes lapja, iszod a szavait, de szerintem a lényege az, mindjárt mutatom, szinte az utolsó lapon van. Igen. És ez, felolvashatom? Persze. És nekem ez adta meg a pontot az íre, és ez volt az, ami egy ilyen energiát és löketet adott a mindennapjaimhoz azóta is. Azt írja, hogy, és te is itt vagy, a szent jelenben, nem tudlak meggyógyítani téged, mint ahogy senki más sem, de ünnepelhetem a döntésedet, hogy lebontod a tudatodban lévő börtönt tégláról téglára. Nem tudod megváltoztatni, ami történt, nem tudod megváltoztatni azt, amit tettél, vagy amit veled tettek, de eldöntheted azt, hogyan élsz most, drágám, dönthetsz úgy, hogy szabad leszel. Uh-huh. És ez annyira csodás, mert tényleg lehet itt nem tudom hány száz lap, de itt megfogalmazott mindent, és nekem ez most is kirázott a hideg. Igen, ez annyira ez a könyv, ezt szerintem mindenkinek el kell olvasnia. Egyetértünk, és mi az, ami úgy érzed neked, hogy börtön vagy, ami miatt azt érzed, hogy ez ennyire felszabadított? Segített apukád elvesztésének traumájában, a feldolgozásban? Mert azért nagyon friss az emlék. Igen, azzal nap, mint nap küzdök. És azért mi nagyon közel vagyunk egymáshoz, anyuval is, meg apuval is, szerintem a mai napig, és nehéz erről beszélni. Segített. Sokat. De azért még ezen dolgozni kell. Sajnos, igen, ez nyilván egy hosszú, hosszú távú munka, nem is kínozzak ezzel kapcsolatban, és ne haragudj, semmi baj. Belekérdeztem, borzasztó. Egyébként apu egy iszonyatosan mókás ember volt, és szerintem ebből is így viccet csinálna, és jól kiröhögne, hogy én itt most sírok. Úgyhogy egyébként nekem ő ad erőt, mert az egész a temetése a halála után, tehát az utolsó nap is, amikor ő elment, még selfit készítettünk, nekem az a háttérképen, mert annyira pozitív, és ő a legrosszabb pillanatokban is tudott nevetni, és egyébként nekem ez is van egy csomó ilyen önsegítő könyvem, mert tök jó lett volna ezt átvenni, ezt a vidámságot, ami belőle fakad, és nem annyira súlyosan megélni minden napot és minden problémát. És azért nekem például anyukám rengeteg ilyen könyvet vásárolt és küldött. Most pont azt nézem, hogy találtam egyet, ami... Ja, itt például ebben. Itt nem tudom, hogy éppen mi történt. Ez a rejtőzködő Medjugorje gyermek. Itt például anyunak van egy írása benne, hogy édes kislányom, nagyon sajnálom, hogy nem lehetek veled, hogy nem tudok segíteni, amikor szükséged volna rám. Lehet, hogy első ránézésre nem a legjobb névnapi ajándékot küldöm, de fogad olyan szeretettel, mint ahogyan gondolok rád. Ha csak egy mondat lesz, ami megragad, már megérte elküldeni. Nagyon szeretlek. Lélekben veled vagyok, anyucikát. Szóval nekem mindig voltak ilyen hullámvölgyeim, ami nem azt jelenti, hogy depresszió vagy ilyesmi, hanem ezek az önértékelési problémák, amik ugye hát sok esetben a szakmámból fakad. Volt esetleg olyan könyv, ami még az utóbbi időszakban segítséget tudott nyújtani? Mert biztos vagyok benne, tudod, ami nagyon ijesztő, hogy múltkor is hozzám a könyvesboltba, képzeld, úgy jött egy lány, hogy meghalt az apukája nemrég a Covid miatt, és annyira megrázó volt, hogy hirtelen szembesülni ezzel, hogy hát persze, biztos, hogy csomóan lesznek most már ezzel így, hogy egy ilyen időszakot élünk, és hogy olyan jó lenne nekik segíteni, mit ajánl ilyenkor az ember, és hogy te például, mert nem is a Covid miatt, de sajnos átéltél egy ilyen traumát, neked például akkor ez segített? Tudod segíteni? Ennek a könyvnek pont az a lényege, amit most te is mondtál, hogy tudsz segíteni. Uh-huh. Hogy ez a könyv, ez megint csak olyan, amire azt tudom mondani, hogy mindenkinek legyen meg. Ez az öröm könyve. Itt két
nagyon komoly vallási vezető beszélget egyébként a Dalai Lámának a 80. születésnapján. Találkoztak, te olvastad ezt a könyvet? Nem. Na, hát Desmond Tutu érsek, nagyon jó barátja a Dalai Lámának. Úgy képzeld el, mint két égetően rossz kisfiú, akik találkoznak. De ez, tehát megmutatom a képeket is, amik benne vannak. Tehát ők ebbe vannak, ők végig csipkedik egymást, ők végig poinkodnak, tehát Zsönyös. Itt nem egy ilyen nagyon merev könyvről van szó, hát hihetetlen egyébként, és tényleg olyan képek vannak, ahogy ők egymást piszkálják és viccelődnek, most nem tudom, hogy hol vannak, mindegyik be van jelölve nekem egy csomó oldal. Na és ők arra keresik a választ, hogy mi az igazi öröm, hogy mi tud igazi örömforrás lenni, és pontosan az a konklúzió, hogy másokon segíteni. Tehát akkor leled meg csak az igazi örömöt, hogyha másokon segítesz. És hogyha picit belegondolsz, hogy valaki jótékonykodott már, vagy akár csak a családban segített egy picit, hogy olyan eufórikus örömöt tudsz megélni azáltal, hogy másnak örömöt okozol, vagy segítesz, ami nagyon ritka szerintem, mert én például voltam olyan családnál, akinek egy barátnőmmel vittünk ételt, ruhát, bármit, és az a hidegrázós, az olyan adrenalint kapsz, olyan boldogságot kapsz, amit szerintem se pénz nem ad meg, semmilyen étel, pedig én nagyon szeretek enni, úgyhogy pontosan ez a lényege, hogy másokon segíteni, tehát próbálunk egyébként mi is a barátnőmmel jótékonykodni, különböző szervezetek mellé odaállni, és hát ez sokat segít, meg átlendít egyébként. Van benne ilyen a végén gyakorlati útmutató, hogy milyen gyakorlatokat tudsz végezni. A Dalai Láma életéről rengeteget lehet olvasni, és mondom, egy olyan vidám hangulatú, olyan pozitív az egész könyv, hogy nem igazán akartam, hogy vége legyen. De jó érzés ez. Viszont kísértetésen hasonlít ez a könyved az enyémhez. Én is ugyanígy behajtogatom. Itt jöttem rá, hogy mondom, most vonalzózzak, vagy bármi, itt még nem, csak olvastam, és mondom, azt is vissza kéne lapoznom, de hol volt? És akkor azért bejelölgettem itt azokat a részeket, amikben valami megfogott. Tehát nem félted annyira a könyvet, hogy baj érje, mert ez egy ilyen nagyon megosztó dolog ám, hogy csak olvasóval beszélek. Tudom. De én ugyanilyen vagyok, úgyhogy ne érezd most szóval. Én még van néha, hogy alá is húzgálok, ha nem is tollal, van, amikor radírozós tollal, van, amikor ceruzával, nekem a döntésben konkrétan alá vannak húzgálva, jelölgetve gondolatok. De hogy miért szereted azt, hogy még behajtogatod? Mert úgy látom, mert az, hogy most berakjak egy ilyen jelölőt, az nagyon látszik, és azt nem szeretné a szemem. Hogyha csak aláhúzogatod, akkor nem biztos, hogy egyből megtalálod. Így meg ott vannak az oldalak. Meg ez olyan, hogy ez az enyém lesz ez a könyv örökre. Van, akinek venni fogok, van, aki kapni fog tőlem, de ez a könyv, ez az enyém marad. Én is ezt gondolom, hogy én szeretem használni a könyvet, mint tárgyat, és persze óvom, féltem, de ebben így benne vagyok, vagy te benne igen, vagy. Igen. És nekem például a döntés olyan, hogy olyan intim részeket szerintem jelöltem be, húzgáltam be, és hajtogattam be, hogy azt például nem is adom kölcsön senkinek, mert hogy akkor már annyira felfedném magamat, hogy ez is tök érdekes például, hogy de nagyon sok olvasó van, aki nagyon félti, nagyon óvja, és nem lehet hozzányúlni se. Na, nagymamám. Ja, tényleg. Igazából az van, hogy megvolt a három könyv, de nagyon szeretném még, hogyha a nagymamád könyveiről beszélgetnénk, hiszen az elején mondtad, hogy majd mesélsz róla. Ó, itt még van egy pár, amit meg szeretnék említeni. Hát a nagymamám könyvei még nagyon várnak rám, úgyhogy nagyikámnak még nagyon sokáig kell élnie, mert itt nagyon sok olyan. Itt mindig az van, hogy elmegyek hozzá, és akkor így állok a polc előtt, mint egy kislány, és kinyitok, és akkor beleolvasok, ez tetszik, hátra nézek, nagyi néznem, anyuval megbeszélem, mondom, szerinted ezt elvigyem, és minden egyes nem felejtett, annyira fittem van, frissen van, és akárhányszor megyek, kérdezi, hogy oké, hogy itt vagy, de hogy hol vannak a könyveim. Miközben gyanítom egyébként, majd biztos megöröklöd őket, nem? Tehát, hogy de olyan aranyos, hogy ő ezt így... Igen, és az, hogy ő mindig panaszkodik, hogy semmit nem visztek innen, meg itt van ez a kávést készlet, meg a nem tudom micsoda, és nektek semmi nem kell soha innen, bezzeg a könyveket, elviszem. És na, milyen akarja... érték a könyv? Milyen érték? Igen, és ebből egyébként, mert ugye itt azt hiszem, hogy régen úgy volt, nagyon sok családban megvannak ezek a könyvek, nem hogy voltak sorsolások, meg különböző nyeremények, és akkor mindig kaptak, konkrétan dobozokkal ott áll, például a nagynénemnek, aki szegényem otthonban van már, de
neki dobozszámra állnak ezek a könyvek, és hát a színük, az illatuk, a lapok, mondjuk ez most pont egy ilyen jobb minőség, de hát gyönyörű. Szóval... Hát ez egy... Akkor szeretsz ilyen régi könyveket olvasni, nagyon. Meg ilyeneket meg... Leginkább azért, megint csak az, hogy ez a nagyi. Hm. Ez a nagyi. És lehet, hogy most ezt valahol találnám, nem kötne le annyira, de ez a nagyikám. És ez a nagyi polcáról van, és foltos, és barna már, és kicsit dohos a szaga, de ez a nagyi, és nekem itt ez azért fontos, úgyhogy majd szépen lassan ezeket is elkezdem olvasni. Egyébként azt tudni kell rólam, hogy én úgy olvasok, ha csak nem van egy ilyen döntéskönyv, hogy amilyen, tehát több könyv van nálam fixen olvasás alatt, és akkor amilyen hangulatom van. Párhuzamosan olvasom. Igen, mert vannak olyanok, amik egy picit nehezebbek, mint például, mondjuk ez pont nem annyira nehéz, de ezt azért érdemes megemlítenem, ez a Fák titkos élete, ez egy teljesen friss szerzemény. Elkezdtem Nordic Walking edzésre járni egy barátnőmmel, és az edzőnk, András, nagyon sokat mesélt arról, hogy hát mi történik az erdőben, és hogy mondta, hogy van ez a könyv, amiben sok mindent leírnak, hogy az öregebb fák segítik egymást, hogy olyan élet zajlik, nem csak az, hogy növekszik a fa, és virágzik, és aztán lehull a leves, stb., hanem hogy gondoskodnak egymásról, hogy a beteget hogy gyógyítják. Hogy például, amikor a zsiráfok eszegetik a fáról a levelet, az a fa, pár másodperc alatt egy ilyen méreganyagot tud kibocsájtani, jelzést küld a széllel, ahogy a széllel elkezd menni jelzést küld a mellette lévő fáknak, tehát például a zsiráf, az nem a következő, tehát továbbáll, amikor megérzi ezt a méreganyagot, nem a következő fát fogja elkezdeni csócsálni, hanem jóval arrébb megy. Igen. Úgyhogy olyan dolgok zajlanak, és hogy teljesen másképp jársz az erdőbe, uh-huh. És konkrétan vannak olyan filmek, ahol így életre kelnek a fák. Egy kicsit úgy érzem magam, hogy ahogy most megyek az erdőbe, hogy na, te milyen öreg lehetsz, kit segítettél, vagy ki van melletted. Úgyhogy ez is egy fantasztikus kis könyv, úgyhogy ezt is elkezdtem olvasni, és hát a karácsonyi könyvek azok nálam alap. Jaj, tényleg, arról muszáj beszélnünk. Igen. Van egy közös kedvencünk, a fiú, akit karácsonynak hívnak, meg a lány, aki megmentette a karácsonyt, azt tudom, hogy nagyon szereted, és én is imádtam. Olyan típus vagy, aki szeret karácsony hangulatban lenni, ezt tudom rólad, de hogy aki olvas is, akkor olyan tájt ilyen könyveket? Persze, hát ugye Szabó Magdáról már beszéltünk, ez egy ilyen karácsonyi írásai együtt, és olyan élményeket élsz át vele együtt, hogy ott vagy vele a karácsony aztán, és például ő annyira szerette a karácsonyt, hogy amikor már a családja nem élt, akkor még ugyanúgy öt főre terített, és ugyanúgy úgy csinált, mintha együtt lenne a család, és ez hát ugye engem nagyon megfogott. De hát az összes írása, ahogy ebben ír, ahogy itt össze vannak foglalva a karácsony, az ünnepi vacsorák, a havastájak, minden, szóval ez is egy nagyon kis fontos könyv, és ezt is egyébként úgy olvastam el, hogy mondtam is, hogy nyaralás közben, és egy pillanatra nem. És nyaralás közben karácsonyi könyvet olvastál? Karácsonyi könyvet bármikor. Bármikor? És ha azt mondanád, hogy díszítsük fel a fát, akkor boldogan feldíszítem. Valahol van, el van rejtve valahol a lakásban a fa? Nem, egyébként nem azért kell az élet, gondolom. De nagyon, én nem mondom, hogy beteges, de én imádom. Tehát valamelyik nap hidegebb idő volt, és egy kicsit az embernek volt egy ilyen őszi-téli hangulata, és így mondtam, hogy fel kéne díszíteni a fát. Vagy mindjárt karácsony lesz, úgyhogy honnan ered ez? Miért szereted annyira? A karácsony az szerintem, vagy legalábbis nekem azért lehet fontos, hogyha így nagyon meg akarom fejteni, mert akkor együtt van a család. Akkor együtt vagytok, akkor nálunk mindig ott voltak az unokatesók, főztünk, tehát az nekem mindig az volt, egyébként a mostanáig is az van, hogy 21-én én fogom magam, beülök a kocsiba és lemegyek, és akkor 26-áig fixen otthon vagyok, és ilyenkor együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat, és szerintem ez a varázslatos hangulat az, ami megfogott, és azért ragaszkodom ennyire az ünnepekhez. De egyébként például most felnőtt vagyok, ezt
ezt kértem a barátnőmtől, meg a keresztlányom anyukájától karácsonyra. De fiam, hogyha valamit nem számítottam arra, hogy karácsonyi könyvekről fogunk beszélni. Tudom, hogy csalódást. Nem, egyáltalán nem, nagyon cuki. Meg tetszik, hogy ennyire szeretsz valamit, hogy képes vagy még a nyári melegben is. De azért hát, a nyarat is szeretem. Ne haragudj, aki Harry Potterén rajong, az meg amúgy pont ezt akartam kérdezni, de jó, hogy eszembe jutott, még fél perc a fejembe volt, hogy amúgy nekem a Harry Potter hozza ezt a nagyon-nagyon karácsonyi hangulatot. Te szeretted, vagy neked mennyire volt az első, én nem vagyok annyira a képbe velük, de az első talán két rész olyan volt, hogy nem éreztem annyira elborultnak, de amikor már jöttek ilyen nagyon félelmetes dolgok... De akkor nekem... te filmben láttad magyarul, nem? Én olvastam. Azért, aha, tehát filmben volt neked más. Ezt kérted a barátaidtól most? Ez talán tavaly előtti karácsonyi ajándékom, és a keresztlányom adta át, hát én sírtam is. Igen, mert ez is egy olyan emlék, ami hozzájuk köt, és aztán ezt majd az én gyerekeimnek is tudom olvasni. Nagyon szép. És ugye a Sapiensről. Igen, az úgyis friss élményem. Szeretted volna megmutatni, igen, mert azonnal kiszúrtam, amikor megérkeztünk, és mondtad, hogy erről beszéljünk, úgyhogy akkor... Igen, ezt én ajándékba kaptam, és azt gondolom, hogy ha ilyen könyvet kaptam volna annak idején az általános iskolába, akkor lehet, hogy jobban menne a történelem, meg minden egyebek, ugyanis szerintem ez megint csak olyan könyv, ami minden családban ott kéne, hogy legyen, ez lesz a szlogenem, de képregény formájában néhol viccesen mutatja be a történelem bizonyos eseményeit, és szerintem egy gyereknek, főleg a mai gyerekeknek, de ha csak a bátyámat nézzük, aki imádta a képregényeket annak idején, szerintem ez egy tök jó dolog lett volna, hogyha így tartják, vagy így tárják elénk a dolgokat, vagy így is, legalábbis ilyen formában, mert sokkal jobban fogyasztható. Nagyon jó, hogy pont ezt hozod, mert nekünk a Néokkal van könyvklubunk, és pont a Sapienst olvastuk áprilisban, és ugyanezt éreztem, hogy ha annak idején, ugyan mi nem a képregényt olvastuk, hanem a könyvet, de én is beleolvastam ebbe, és nagyon tetszik, és nagyon szórakoztató, hogyha tényleg így mondták volna, vagy így adták volna el a történelmet, akkor nagyon sok gyereket szerintem más irányba. De az összes szerintem minden tantárgyal így van, hát mert egyébként nagyon sok olyan dolgot tanítottak velünk, ami az életbe nem fogjuk hasznát venni, és sokkal lazábban, sokkal nyitottabban kellett volna, hogy tanuljunk. Nem tudom, hogy most mi a helyzet egyébként a sulikban, de ilyen könyvet szerintem... Szükség lenne. Igen. Regi, zárásként beszéltünk arról, hogy rendszerzel, beszéltünk arról, hogy te olyan olvasó vagy, hogy lassan olvasol, de azt is tudjuk most már, hogy tengerparton is képes vagy karácsonyi könyvet olvasni, imádom. És azt is mondtad, hogy párhuzamosan olvasol. Na de amúgy mikor van időt? Tehát mikor fél bele a napi rutinba? Hogy képzeljük el a mindennapjaidat? Hogy próbálod beiktatni az olvasást? Vagy próbálod-e? Hát próbálom, erőszakkal. De ez sokszor már akkor sikerül, amikor már ágyban vagyok. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a jó, még egy lap, még egy de lap. De úgy szoktál elaludni, hogy próbálsz olvasni elalvás előtt? Tehát ez egy rutin? Inkább csak azért olvasok elalvás előtt, mert akkor marad időm. Viszont azért nem szeretek elalvás előtt olvasni, mert nagyon hamar elálmosodom. Tehát a legjobb tényleg az, hogyha az embernek, ami nagyon ritka, napközben van egy fél órája, de tök mindegy, az a lényeg, hogy olvassa bármikor 10 oldalt, vagy 5 oldalt, vagy 2 oldalt, akinek mennyi ideje van. De általában sajnos nekem este jut időm. És próbálok, hát a döntésnél nehéz volt egyébként letenni, de volt, hogy megpufoztam magam, hogy ébren maradjak, hogy még egy oldalt el tudjak. Na jó, még egyet. De általában ez este van. A nyaralások azok, amikor ki tudom használni, vagy például egy repülőút, hát ez most már rég volt, de az tök jó, hogy kikapcsolod a telefonodat, nem tudsz csetelni, stb., hanem fogod a könyvet és olvasol. És szerintem annál jobb, hogyha valaki vonaton ül, vagy ha valaki tud kocsiban olvasni, én nem tudok, mert rosszul leszek, de próbálok minden pillanatot megragadni, de hát baromi nehéz, mert eléggé be van osztva a napom, és sokszor tényleg csak késő este kerülök ágyba, ami azt jelenti, hogy a névfére egy óra körül. Egyébként nekem az egyik tippem, hogy, vagy ilyen tanácsom, ha úgy tetszik, persze nem akarlak én tanácsokkal ellátni, csak hogy be tud diktatni, hogy mindig legyen nálad az aktuális könyved, úgyis gondolom kocsival mész a legtöbb helyre, mert nagyon sokszor van, én azt vettem észre, hogy akkor lesz idő olvasni, hogyha kvázi megteremted vele, ergo viszed a könyvet mindenhova, és akkor ha valaki késik, ha nem tudom, van csak fél órád, mert főleg, hogyha ilyen pörgő életet élsz, akkor én azt tapasztaltam meg, hogy
képes vagyok egyfajta meditatív állapotba kerülni az olvasás által. Ahogy mondod, hogy mindig az embernek van kedve olvasni, ha jó könyvet olvas, de szerintem neked is megy, hogyha képes vagy karácsonyi könyveket olvasni, akár mondjuk nyáron. Szóval nálad van mindig a könyv, akkor lehet, hogy meg tudod napközben teremteni azt a 10 percet, fél órát, egy órát, és akkor azt mondom, nagyon sokat segít a mentális egészségen is, hogy ne csak tényleg esténként legyen van idő. Egyébként valami, mert letöltöttem még egy régebbi könyvét, vagy a régebbi telefonomra a Czajzerlényre könyvét, és például az olyan volt, hogy ugye ott volt mindig a telefonomon, és akárhányszor volt valami kis fél óra idő, akkor elővettem a telefonomat, és tudtam olvasni. Igen, hát végül is magammal kéne vinni a könyveket. Egyébként sokkal jobban szeretem, hogy kézzel fogható, mint az, hogy egy telefonban van benne a könyv. Igen, hát azon nem lehet behajtogatni nagyon napokat. Igen. Tényleg utolsó kérdés, csak érdekes szerintem, hogy te nagyon sokszor megosztod az olvasmány élményeidet, amivel tagadhatatlanul elképesztően nagy tömegekhez jutsz el. Mit tapasztalsz egyébként, hogy ez nagyon hat rájuk, nagyon sokan keresik a könyvet, ezért tartott fontosnak, mert azért nyilván mindenki tudja, hogy egy csomó együttműködéset gondolom szponzorált, azért a könyvkiadók szerintem ez nem nagy titok, hogy nem szoktak fizetni ezekért, tehát ezt önszántatból. Nem, de van is például ezt úgy kaptam magától a kiadótól, és egy percig nem gondolkodtam, hogy megosztam, mert szerintem ez tényleg egy zseniális könyv, de az most már ritkán fordul elő, hogy veszek könyvet, mert mindig az van, hogy névnapom lesz, szülnapom lesz, nem tudom, mim lesz, és megkérdezik a barátom, hogy mit, és akkor mindig mondom, hogy figyelj, ezt néztem ki, azt néztem ki, ezeket a tippeket küldöm, és akkor mindig megkapom őket, tehát én nagyon szeretem megosztani, mert azt veszem észre, hogy a követőim szomjazzák ezt az információt, és például, amit most kaptam, az egyik ismerősöm mondta, hogy, és nem is tudtam, hogy ennyire figyeli, hogy megvette miattam az örömkönyvét, megvette miattam a fák életét, meg nem tudom még melyik könyvet megvettem miattam, és hogy ezt már nagyon várom, hogy el tudjam olvasni. A beszélgetések Istennel, ez a három kötet egyben van, és ő elküldte nekem ezt, hogy mivel ő már ennyi ihletet kapott tőlem, ezért szeretné megosztani velem ezt a könyvet is, úgyhogy tényleg nagyon sokan írnak egyébként, hogy osszam meg, hogy mi a következő, csak hát ez olyan, az lenne jó, hogy fogom, kiolvasom, és akkor a következő, amit olvasok, arról posztolok, de van úgy, hogy már alig várom, hogy megoszthassam azt, mert ez is nem olvastam még ki, de akartam írni róla, elmesélni, hogy mit olvasok éppen, vagy mi lesz a következő. Úgyhogy biztos, hogy hatással van rájuk, és szerintem ez egy nagyon jó érzés. Nagyon köszönöm, hogy vendégül láttál. Szerintem hatással lesz ez az interjú is. Fantasztikus volt megismerni a könyvek által, és azért mondjuk el, hogy egyébként nagyon jót mosolyogtam, amikor készültem, néztem veled interjúkat, mondtad, hogy te lámpalázos szoktál lenni. Itt is mondtad, hogy egy kicsit izgulsz, hogy mi lesz, de mindig azt mondja, hogy nem kell izgulni, és szerintem fantasztikus volt, és jó volt téged ezen keresztül megismerni. Köszönöm szépen. Egy picit szétnézek. Jó. Ha tetszett a beszélgetés, akkor lájkoljátok a videót, és nyugodtan kommenteljetek is, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ha pedig nem akartok lemaradni a következő epizódról, és szeretnétek még hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra.